Sziasztok, srácok! Itt lennék egy újabb videóval, amiben új LEGO fegyvert szeretnék nektek bemutatni. Itt is van. Ugye hát, aki ért a fegyverekhez, az már kitalálhatta, hogy ez micsoda. Ez egy FN PS90. Ez MP90, PS90. Azt kell tudni róla, hogy nem egy nagy darab. Tehát nem akkora, mint a HK, a Hacker Clock 416. Ez kicsit kisebb, de kompaktabb. Submachine gun, ugyebár. Tehát vannak meg submachine gunok, de azok nem ilyen kompaktak, mint ez a P90. PS90. Hát ezt egyedüli kidolgozással csináltam meg, nem úgy, mint a HK 416-ost. A tárában van a mechanika, mégpedig ez, mondom, ez kicsit akarózik ez a dolog. Igen. Ennyit lőtt. És akkor ezt így ki lehet venni. És akkor itt van a tár. Itt a ravasz. Ezt nem akartam túlcicózni, hogy ez ide bemegy, és akkor itt lehet húzogatni. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás, és elég jó is, ha megfelelő gumit rakunk rá a tárra. Csak a kamera képét nézem. A betöltése egyszerű. Na, azt hagyok le, hoppá. Hogy mutassam meg... Na, jó kérdés, azt tudja, hogy... Mondjuk ez nem is kérdés, csak hát sehogy nem tudom megmutatni. Ide teszünk egy LEGO darabot, egy ilyet a telefon alá, egy ilyen rudat. Hát, ha ez megfogja. De az anyját miért nem maradott? Mindegy. Szóval megfogjuk a gumit. Aha, van egy ötletem. Állítok csak, srácok. Ennek a bénázásért. Így. Szóval fogom a... fogom a gumit. Mondom, megfogom a gumit. Ráhúzom az elején lévő kis fekete vigyulára. Most ráhúzom a fogaskerékre. Úgyhogy ez a tudsz így bemenjen oda. És aztán elengedem. Ezt megcsinálom az összes gumival. Pillanat. Na, kész vagyok. Most már kész vagyok. Fasza lesz ezt betenni. Tehát fogjátok a testet, magát, amivel beleteszitek a tárat, és hát nem kell megfogni. És hát én a telefont fogom, úgyhogy meg kell fogni. Rányomjátok ide az elejére. Úgy, utána így leütetek. Na, mondom, így, és lehet használni a fegyvert. Ennyi. Sziasztok!